jött, nem mondanám, hogy váratlanul, sőt, nagyon is vártam, ahogy minden éppen. A fák dalra fakadtak, lombokat szültek, a nyíló virágok megfestették az utakat, az utcákat, a nap pedig meleget töltött a virágok kelyhébe és a lelkekbe, mert nem csak a virágok, de a lelkek és a mosolyok is kinyíltak. Ezt a csodát hozta a vendégem. Úgy hívják tavasz. Idézett Csitári Hók Tamástól. Kedves közönségünk, szeretettel köszöntjük az itt megjelent családtagokat, ismerősöket, barátokat, mindenkit, aki jelenlétével megtisztelte tavaszi hangversenyünket. Nagyon örülünk, hogy az idén ismét megtarthatjuk ezt a nagyszabású rendezvényt, melyet a Covid miatt több alkalommal nélkülöznünk kellett. Így különös örömmel tölt el bennünket, hogy a gyerekekkel közösen fel tudtunk készülni erre a vidám családi programra. A közös muzsikálás öröme a gyerekek és a tanárok számára is mindig jó érzés. A növendékek sokat profitálhatnak a tanáraikkal való közös zenélésből, ahol a munkafolyamat alatt vidám, oldott hangulat alakul ki. Szeretnénk megosztani ezt az örömet önökkel is, és büszkék vagyunk rá, hogy ilyen ügyes hangszereseink vannak, akik nem sajnálták erre fordítani az energiájukat és a szabadidejüket. Erre a rendezvényre sokszor különleges formációk jönnek létre. Ezeknek a csoportoknak az összetétele a legváltozatosabb módon alakul, melyek összeállításához, a próbák létrejöttéhez nagyon fontos a szülők és a rokonok támogató és ösztönző segítsége. Ez a biztos háttér, ami munkákat is nagyban segíti, sokat jelent nekünk, pedagógusoknak. Koncertünk első műsorszámaként hallgassák meg iskolánk kiszenekarának műsorát. A Bré-kastély Észak-Franciaországban található, és az angol király kormányzójának rezidenciája volt. Ezeket a helytartókat vikáriusnak hívták, ők klerikusok, hercegek, grófok vagy arisztokraták voltak. Önálló fejedelemként uralkodtak hatalmas hatalommal. Amikor a király ezen a vidéken utazott, mindig a Bré-kastélyban vendégeskedett. Ezért a várat gazdagon feltisztítették. A darab négy tétele az akkori udvari életet tükrözi. Az Őfelsége érkezése című fenséges nyitótétel az angol királyi pár ünnepélyes fogadtatását írja le. A francia vendégek bevonulása a második tétel zeneileg ellentétes az első tétellel. A harmadik tétel, az udvari tánc, az udvari etiketet mutatja be, par excellence. A darab csúcspontja a béri helytartó, melynek elejét, pompáját zeneileg a záró tétel fejezi ki. A Dixieland szalót egy kis ízelítőt ad a Dixieland műfajából, az egyvele két ismert spirituális feldolgozása, mely mindenkinek ismerős lehet. Tehát kész lett a Bré-kastély, illetve egy Dixieland szalót. Vezényel Becker Gyula.
Thank you.
Napjainkban az elmúlt évekre visszatekintve egyre nagyobb tér hódik a szintetizátor, mint zeneiskolai keretek között oktatott hangszer. Egyre népszerűbb, mivel szinte egy komplett zenekart lehet megszólaltatni egyetlen hangszeren. Most felcsendülnek a népszerű és mindenki által ismert magyar népzenék rajzfilm sorozat és a Flintston család rajzfilm zenéi. Kérem, fogadják szeretettel Kormár Lászlót, tanára Hernád János. Iskolánk népzene tanszakának népi fúvós növendékei, Varga Bors, Pozsák Sándor és tanáruk Kovácsné Kenyeres Márta.
Tisztán Praetorius, a király. A rövid kis intrahára zeneszerzője Praetorius, reneszánsz zeneszerző, akinek műveit előszeretettel dolgozzák át részfúvós hangszerekkel. Ez a darab is ennek a remek példája. Greenleaves, tradicionális angol névdal, amely inkább a karácsonyi ünnepkörhöz köthető, mert William Chatterton Dix írt hozzá What Cheer Is This címmel egy karácsonyi szöveget. A fiú szép dalom miatt választották ezt a darabot a mai hangversenyen. Előadják Szabó Csanár, Szarvas Ferenc, Varga János tenor Kürtön, Nagy Sándor Tumán. Felkészítő tanárok Nagy Sándor. Fogadják őket, mert szépen.
Előadják dr. Palcsonékan Almási Kitti zongora, Sós Tibor ütő, Pabar Patrícia klarinét, Varga Emma klarinét, Juhász Kere István klarinét, Stefán Vivien klarinét, ő az ötletgazda és a koordinátor is. Képez Erdély és az Alföld között. Kisebb tájról.
Tövishág, Klaszna vidék, felső Velető vidéke. A régi táncéletben szigorú sorrendben következtek a táncok a lassútól a leggyorsabbig. Táncmulatságok alkalmával a zenekarok az elején csárdást, azaz lassút húztak, majd fokozatosan gyorsították a friss csárdásig, melyek lopogósnak vagy ujjájósnak is neveztek. A férfi táncok mára már szinte nyomtalanul kihaltak. E táncokat szilánysággal verbumnak, figurázónak, lábalónak vagy dzsivainak neveztek. A hangszeres népzene szempontjából a terület egyértelmű, hogy szilárdság az erdélyi dialektus része, Szatmár és Bihar az Alföld felé mutató átmeneti vonásokkal. A következő műsorszámban iskolánk Kishimes néptánc csoportja mutatja be a szilárdsági táncok koreográfiáját, melyhez a zenét a népzene tanszak Karinkó népzenei együttese szolgáltatja. A koreográfiát betanította Jeremiás Kincső és Jeremiás Balázs. A Karinkó népzenei együttes felkészítő tanára Kovácsné Kenyeres Pál. Thank you.
1941-ben készült amerikai zenés filmben szólalt meg először, amely később igazi zenei történelmet írt. Eredeti zeneszerzője Harry Warren, szöveget pedig Mac Gordon alkotta. A világhír felé kétségtelenül Glenn Miller, világhírű jazzzenész és muzsikus társai repítették. E dal volt a világon az első, amely aranylemezt kapott. Ma este ezt az örökzöld sláger zeneiskolán tanítás lányainak előadásában hallhatja, kedves közönségek. Felkészítő tanárok Kun Katalin és Vargáni Koloknai Vera. Előadják Szatmári Fanni, Dobi Zsófia, Vargáni Koloknai Vera, Arany Nóra, Gárkila Georgina, Hegedűs Dorka és Kun Katalin. Egy videójátékban hallható darabot szólaltatnak meg, melynek a jelentése hol volt, hol nem volt. Előadják Posta Bence és Tarnimrod Kaleninéton, Sóskérő tanár úr ütőhangszeren. Felkészítő tanárok Stefán Vivien. Thank you.
Földre jellemzőre a régi stílusú pásztordalok. Egyik jeles képviselője a hajdúságban élt Törő Gábor pásztorember volt, illetve a Balmazi városon mindenki számára ismert Németh János pásztor, aki máig hitelesen közvetíti és adja át ezeket a dallamokat. Az összeállítás első dallama Duda utánzása szólal meg, majd botoló táncokat hallhatunk. A citera a hagyományban szolisztikus hangszer volt, melyel a játékos saját, vagy mások énekét kísérte. Berezki István ma saját énekét fogja kísérni citerájával. Hajdúsági pásztordalokat ad elő. Tanára Tart Csilla Eszter. Angol népi dallam. Két gitárdúót fogunk kis darabot hallani, melyet Kis Hartog holland ma is élő zeneszerző írt. Az első tétel címe Goka, mely egy hagyományos ukrán tánc, ezt követően pedig a Nobody's Jig című angol népi dallam átiratát játszák. Gitáron előadja Borsos Tamara és Olá Vanda. Tanáruk Berezki Csaba, ők új szemmargitai növendékek.
Egy katalán és egy német népdal feldolgozást fogunk hallani. Nagy örömmel konferálom be a következő műsorszámot, mely igazi újdonságot jelent, hiszen az utóbbi években nem volt példa arra, hogy vonós népes lépjen fel ezen a tavaszi rendezvényen. Kis létszámú vonós transzokunk számára nagy öröm, hogy ilyen csoportot tudtunk létrehozni, ahol a gyerekek megtapasztalhatják a klasszikus vonós négyesben való kamarazenélés örömét, a közös muzsikálás élményét. Ez a fajta összjáték nem csak a gyerekek egyéni szakmai fejlődését segíti elő, hanem akár életre szóló barátságokat, élményeket is eredményezhet. Vonós négyesünk két különleges darabbal készült önöknek. Az első egy katalán népdal feldolgozás lesz, melyet most kifejezetten erre az alkalomra átírt vonós négyes hangszerelésben adnak elő. A következő percekben zeneszárnyán elutaznak Spanyolországba, Barcelona egyik hangulatos utcájába, ahol a katalán zene ritmusai perzsítenek fel bennünket. A másik mű egy német népdal átirata lesz, mely a labda címet viseli. A rövid, elválasztott hangok jelenítik meg, amikor a gyerekek a labdát pattogtatva játszanak. Előadják Tóth Máté Pigedorka hegedűn, Györfini Dimák Ágnes Brácsán, Szima Gábor Boldonkán. Felkészítő tanárunk Györfini Dimák Ágnes és Zsákai László. Videójáték egyik betétdalát fogja előadni. Azaz klarinéton játszik Fige Orsolya, Nagy Lilien, Posta Bence, Elett Nándor József, tanáró Stefan Vivien. Minecraft Behind. Thank you.
Ismeretlen szerző műve két fuvoladó. Ismeretlen szerzőnek két fuvolárait, rövid tételét fogjuk hallani. A kicsit szomorkásabb, lassú tétel egy vidám, pezsgő, lendületes dallam veszi át. Szimbolikus jelentéseként a tél szürkesége véget ér, és átadja helyét a fénylő tavasznak. Deák Lilla és Kovács Antónia második osztályos növendékek tolmácsolásában halljuk. Tanáruk Bekkerné Mudri Beáta. Gergomov, Easy Going, Julie Hill, Kalamare. Gergomov kortárs holland ütőhangszeres művész, zeneszerző. Ütőhangszeres darabjai elsősorban a zeneiskolás korosztályt ismertetik meg az egyszerű ritmusok kamarazenében történő bemutatásával. Különlegessége, hogy a darabban egy néhány ütemes dobszóló is található, mint egy elválasztva egymástól a részeket. Kalamare lehet egy jól hangzó divatmárka, esetleg egy finom tenger gyümölcsei étel is. Ebben az esetben viszont egy könnyed, fülbe mászó dallamot ismerhetünk meg, egy vibrafon, marimbadó formációban könnyed ritmus kísérettel. Az ütőkamara tagjai Tar Nimród, Radócz Gergő László, Németi Zoltán, Varga Botton Vendegúz, a Kalamáriban Zubek Károly, Pince Ádám, Tar Balázs, Tóth Norbert és Sós Tibor szerepel. A tanáruk Sós Tibor. Thank you.
Jellegzetes betétdallamát adja elő. Ennek a kamaracsoportnak a tagjai Fagor Patrícia, Varga Emma, Juhász Keve István és Stefan Vivien. Felkészítő tanárunk Stefan Vivien. Összefogást, együttműködést, amelyel ezt a rendezvényt elősegítették. Ezúton szeretnénk megköszönni a Veres Péter Művelődési Ház összes dolgozójának, hogy lehetővé tették számunkra ennek a rendezvénynek a létrejöttét. Reméljük, hogy önöknek sok meghitt és örömteli pillanatot szereztünk. Koncertünket immár hagyományosan a szolfés csoportokból alakult kórus zárja. Carl Jenkins Velszi Head zeneszerzőt 1994-ben a Delta Airlines amerikai légitársaság megbízta, hogy írjon zenét egy televíziós reklámjukhoz. Így született meg az Adiemus című zenekarra írt kompozíció. A szerző még ugyanabban az évben elkészítette a darab kórusmű átiratát is. A szerzemény lényegében egy világzenei dal, melynek jellegzetessége, hogy fő motívumait afrikai törzsi és kelta stílusú dallamok alkotják. A zene mellett a mű szövegét is a szerző írta. Ennek érdekessége, hogy a szövegnek nincs különösebben jelentése, ugyanis kitalált nyelven íródott. A darab sikerét tekintve számos filmben is felcsendül ez a zenemű. Fogadják sok szeretettel a kórus előadásában Carl Jenkins Adiemus című szerzeményét. A hangszeren közreműködnek zeneiskolám tanárai, Beckerné Mudri Beáta Fólán, Szőke Krisztina Fólán, Kun Katalin, trombitán Stefan Vivien, klarinétón Vargáni Koroknai Vera, trombitán dr. Parcsuné Almási Kitti, zongorán Becker Gyula, Csenteri Gergő, trombitán Nagy Sándor Tubán, Sós Tibor, Tar Balázs és Tóth Nándor,
Ütőn valamint Túri Péter, az intézmény hangtechnikusa, vezényel, és aki a művet színpadra állotta, Nagyné Kondor Andrea. Én ezzel most elköszönök, viszontlátásra! Thank you.